A két új építésű ingatlanban megtalálhatóak a napi működést biztosító helyiségek, irodák, szociális blokkok, raktárak és fegyverszobák. A pihenést biztosító helyiségek mellett helyet kapott egy minden igényt kielégítő előadóterem is. Garzonokat is kialakítottak, melyek közül két garzon mozgássérültek számára készült. Az összesen 6961 négyzetméter hasznos alapterületű nyírbátori elhelyezési objektum új épületek megépítésével került kialakításra, amelyben minden elhelyezési körletben két fős lakóegységek találhatók. A nyírbátori állomány elhelyezésére két épület áll rendelkezésre. Az A épületben találhatóak az irodák, teakonyhák, raktárak és az állomány pihenését szolgáló körletek, ebből 110 darab van, amelyek mintegy 18-20 négyzetméter hasznos alapterületűek. Az ünnepélyes átadón a térség országgyűlési képviselője elmondta, a beruházás által jól felszerelt, modern, minden igényt kielégítő környezetben dolgozhatnak az itt szolgálatot teljesítő készenléti rendőrök. A körletfejlesztéssel javulnak az itt szolgáló határrendészek munkafeltételei, az új szolgálati férőhelyek lakások kialakításával pedig a fiatal rendőrök lakhatási feltételei javulnak, és ez segíti a fiatalok letelepedését is a térségünkben. Ilyen formán javul a rendőrség megtartó ereje. Az épületegyüttest néhány napon belül már teljesen birtokba veszik a dolgozók. Az átadón elhangzott, a határvadászok elhelyezésére szolgáló további beruházások folyamatban vannak. Kivitelezésük az ütemterveknek megfelelően halad.